No. Kivékás, mert ugye vissza kellett ide jöjjek. Bíróságra. Törvényszékre. Mert tegnap rossz kittet küldtek, most kicseréltem, minden okés. Tegnapra fizettek 75-öt, ma arra 75-öt, úgyhogy 150. Mínusz ugye a 10%. Most közben megnéztem, visszanéztem ugye a saját videómot. Megnéztem, hogy hol van az az 57-es emlékmű, 56-os és feles. Most megint megnézzük. Ja, rosszul emlékeztem, ugye emlékeztem valahol itt van, de ott előhút a két nagy épület között. Úgyhogy megint megkukucsáljuk most. Nem tudtam róla, múltkor csináltam ezt a videót, és valaki észrevette, és beírta, hogy ásuhantál egy 56-os emlékmű mellett. És betettek egy linket, ahol leírtak, hogy történt ez a dolog. Na. De teszem azt a linket alól, hogyha valaki kíváncsi rá. Ott van a parkírozó, ott van a motrom, de... És ez az emlékmű itt van elől. Tehát közel a bejárathoz az Airport Road ott van. És ott lent a 41-es. Na itt van mi. Ott van a lyukas zászló, piros-fehér zöld. A színek egy kicsit ki vannak halványulva. Freedom Alumni, ugye? 56. Bankuti Géza. Patriots for Freedom. American Hungarian Federation. Darvish Collection Gallery. Felsorolja a neveket. Száját akkor már kicsit eltartotta. Valaki tett virágot, elfonyott. Ja, fájén kis alkotás. Mit ír itt rajta? Honvéd? Honmadalom? Valami, nem tudom. Kabátka. Talpra Magyar, 1956. Freedom Fighter. October 23rd, 56 is a day that we will live forever, that we live forever in the annals of free. Annals, nem tudom, az mit jelent. Of free men and nations. It was a day of courage, conscience and triumph. No other day since history began has shown more clearly the eternal unquenchability, az egy nehéz szó kimondani, of man's desire to be free, whatever the odds against success, whatever the sacrifice required. President John F. Kennedy. Hogy van az a szó még egyszer? Unquenchability. Unquenchability. A másik annals, ezt nem tudom, hogy állítik, nem anal, mert az anal is lenne, de annals. Meg kell azt nézzem a szótag, amit jelent. Patriots of Freedom. Time capsule. No. Rajzjai Patriot, 1776. Some gave all gave some gave. Freedom is not free. No. Ennyi volt gyerekek az emlékmű.
Döglött galamb. Na, húszét minden a kazándő. Nem hoztam a hátizsákot. Került oda egy döglött galamb szárnyai. Hörbítját. Megette a döglött galambot, szárnyét ott hagyta. Na jó. Csapjam is. Gyorsan fel kell menjek. Most mennyi? 5 óra van. Fel kell menjek Fort Myersbe. Beesett még egy munkára, nem számítottam, de bevállaltam, mert jó fizetnek. Munkáit csak 40 dollárt fizetnek, de fizetik az utat 30 dolláros órabére. Tehát egy óra oda. Még egy óra, egy olyan 3 óra lesz az utazás. Tehát 90 dollárt fizetnek az utazásért, 40 dollárt a munkáit. Úgyhogy fel kell menjek oda, ahol voltam a múltkor Uncle Bob's storage-ba. És felvenni egy receipt printer, és lehozni ide Naples-ba, a Steinmart-ba. Múltkor végigjártam ezt az utat, csak akkor kiderült, hogy akkor nem kellett nyomtató. Most azt mondják, most tényleg kell. Mondom, jó, amit akartok, az nekem mindegy. Csak nekem fizessetek, mikor is fizettek egy 150 dollárt. Oké. Okay. Csinálunk egy checkoutot gyorsan. Job status. Job done to be completed for payment. Submit. Oké. Okay. És akkor a következő a Feed Nation-en lesz ez az Unforced Food. 5 óra 6 perc. 6-ra ott fent vagyok. 8-ig vannak nyitva itt lent, úgyhogy kell siessek. Hétre visszérek, ha minden jó megy.